A kontextusunk, ami mindannyiunk számára ismert, ugye a 80-as években nagyon meghatározó volt, és hát a szabadság, a művészi szabadságunk is zárkában, meg hírzárban, mondhatni hírzárban zajlott. El voltunk zárva a külvilágtól, nagy ritkán egy-egy művészettörténésznek köszönhetően kaptunk a mozgóvilágból, meg a művészetből, az új művészetből információkat. Így Csikán Bálintnak köszönhetjük, hogy átlopta, sikerült a határon áthozni olyan folyóiratokat, amelyekből hát értesülhettünk, hogy mi is van a nagyvilágban. Számunkra Magyarország a nyugatot jelentette, de átlépni a határt nem engedték, tehát én jó magam 78-ban először voltam Krakkóba, akkor csak átutaztunk Magyarországon, 84-ben engedtek először Magyarországra, a Hortobágyi telepre, és a következő alkalom az már 90-ben történhetett meg. De ugyanezt mondhatom a kollégáimról is, tehát nem engedtek, hogy átmenjünk, és hogy tartsuk a kapcsolatot a kollégáinkkal oda át. Na most a kontextus az, azt is mondhatnám, hogy ennek a szerencsétlenségnek ellenére nagyon kedvező volt, mert nagyvárat és a határmenti városok mindenképpen nagyobb szabadságot élveztek a központi Kolozsvárhoz képest, vagy Bukaresthez képest. Jobban odafigyeltek itt a művészekre is, és a kultúremberekre, mint mondjuk a határmentén. A szekuritáti emberei is valamennyire toleránsabbak voltak, ugyan ők is a magyar tévéből értesültek a kultúráról, és ugyanúgy nézték a magyar tévét, mint mi. És ennek köszönhetően Nagyváradon a 80-as években nagyon rövid idő alatt, mondjuk egy-két év alatt 20-25 alaptagunk volt a 35-ös műhely kezdeti stádiumában, eleinte dialógus csoportnak hívtak minket, azért, mert az első kiállításunknak a dialógus címet adtuk. Aztán később képzőművészeti fiatal stúdiónak neveztek, és már 84-ben alapíthattuk meg a 35-ös műhelyt, ami feltételezte, hogy 35 éves korig lehetett tag valaki a műhelyben. Na most ennek a, mondtam, hogy a kontextus egyrészt segítette az odatelepülést, mert rövid időn belül 85-ig már 40 tagunk volt, és 40 olyan képzőművész, aki időnként kicsempészte a munkáit a krakkói, a ljubljánai, a riekai, meg egyéb nemzetközi biennálékra. Tehát mondhatnánk, hogy az a 20 mag, az jelentősen részt vett a nemzetközi életben, anélkül, hogy a Képzőművészeti Szövetség központi szervei minket küldtek volna. Egy másik nagyon lényeges dolog volt az, hogy Nagyváradon olyan képzőművészek vezették a Képzőművészeti Szövetséget, mint a Jakabovics család, Horák Koriolán, meg mondhatnék neveket, akiknek köszönhetően soha nem volt kötelező a Ceausescu elvtárs és családjának a megéneklése, vagy Románia megéneklése című fejezet kibontakoztatása, úgy, mint más városokban, ahol kötelező feladatként kellett ezt megtenni. Tehát ilyen értelemben az ottani fiatalság nyitottan, és hát mondhatnám azt is, hogy a művészetben abban az időben ugye paradigmaváltás is történt. Ugye gyönyörű képeket láttuk Pál Lajosnak a művészetében az imént. Hát ahhoz képest a kolozsvári iskola is sokat változott, és valamennyire felzárkozott a nyugati irányzatokhoz, a nyugati médiumokhoz, tehát egy sokkal interdisziplinárisabb oktatás folyt a főiskolán, és ez valahogy a levegőben volt, annak ellenére, hogy információt nagyon gyéren kaptunk az akkori művészettől. Na most elmondhatom, hogy
az ottani kiállításaink azok annyira izgalmasak voltak a bukaresti művészettörténészeknek is, hogy nagyon sokszor meglátogattak minket. Ugye Magyarországról nem igen hívhattunk, és nem is lehetett szó arról, hogy ők nyissák meg, a magyarországi művészettörténészek nyissák meg a kiállításainkat, meg hogy beszéljünk egyáltalán arról, hogy mit is csinálunk. Így magunkra maradva egy kicsit az installáció műfaját, meg azokat a műfajokat, amelyek mint új médiumok megjelentek, próbáltuk mi magunk értelmezni, és a kiállításaink is úgy néztek ki, mint egy hatalmas installáció. Nagyon sokféle ágazatban, a fotótól kezdve egészen a tárgyig és a performanszig majdnem minden műfaj megjelent, és ez volt az első kiállítás plakátunk, a Dialógus címet viselte, és azt nem tudtuk, hogy annak idején a Dokumentán ugyanez a témakör egy évvel azelőtt nagyon is komoly szekciót jelentett. Na most a másik szempont, ami nagyon lényeges volt, hogy olyan jelentős művészek voltak akkor Nagyváradon, amikor én például kihelyezést kaptam, ugye annak idején ez kihelyezéssel működött, mint Jovián György, akadémikus társunk, és hát ő meg a barátai már elkezdtek egy olyan képzőművészeti kísérletezést folytatni, experimentalizmust a művészetben, ami hát annak ellenére, hogy nem tudtuk, hogy mi van nyugaton, valamennyire felzárkoztunk. Itt például a Dialógus kiállítás kapcsán az volt a szempont, hogy egy műalkotással, egy művészettörténeti műalkotással lépjünk dialógusba, és ő például a Van Gogh cipőjét választotta, és a heideggeri kérdést feszegette. Itt például az is felmerül számára, hogy mennyire lehet festmény az, hogyha tárgyat építünk be a képbe. Na most ezeket a barátai segítségével le is fotózta, és az első képen látható, hogy a saját oklevelét kiegészítette a Van Gogh portréval, ugyanis tudjuk, hogy Van Goghnak nem volt ilyen oklevele, tehát ez egy kicsit metaforikus. És elkészítette azt a festményét, amelyet most nem olyan rég a modembe bemutathattunk. Gyönyörű festményei voltak már akkor, és hát az én nemzedékem imádta, de nem volt véletlen, mert nagyon jó mesteremberként, meg csodálatos alkalmazott művészként is első volt, mert a színháznak például ő készítette a plakátjait, tehát minden szempontból felnéztünk rá, és hát egy irányt mutató alkotó volt, úgy mint most is. A barátja Bunus Joan, aki jelenleg Karlsruhe-ban meg Párizsban, vagy Párizs mellett él, együtt nagyon izgalmas kísérleteket végeztek, mindezeket le is fotózták. Bunus erre a kiállításra, amit Dialógusnak hívtunk, akkor egy gutenbergi parafrázissal jelentkezett, kivéste Gutenbergnek a portréját, és úgy, mint a képregényekben beírta a szövegbuborékba, hogy ha van présed, akkor grafikus vagy. Hát ezek a rejtett metaforák ma már viccnek tűnnek, de annak idején tudjuk, hogy akinek prése volt, azt a Securitate üldözte, nézte, mindig bejöttek a műtermemben is, például a grafikus lévén volt egy présem, és én nem vagyok dohányos, de mindig ott hagytak egy cigarettacsikket, hogy tudjak arról, hogy figyelnek, tehát hogy ne készítsünk olyan nyomtatványokat, ami a pártunk, kormányunknak nem megfelelő. Tehát ezek a kis gesztusok nagyon sokat számítottak annak idején. Ő egy ilyen fluxista magatartással nagyon izgalmas mélátokat, nagyon izgalmas kommunikatív képvilágot bontakoztatott ki. Itt lefényképezte magát,
lefényképeztette magát, mint első. Ugye a Pionírházba dolgozott, és hozzájutott ezekhez a számokhoz, ami a sportolóknak járt tulajdonképpen, és ő magát a legjobbnak érezte, ezért egyes számmal jelölte. A médium kiállítás Epsiszentgyörgyön elindított egy nagyon komoly párhuzamot, és felzárkozott tulajdonképpen a magyarországi elvárásokhoz, mert a stúdió kiállítások, a magyarországi fiatalok stúdiójának kiállításai olyan elvárásokkal bírtak, ami szintén az installáció vagy a térben való modern megnyilvánulást igényelték. Itt Bunus az organikus és a művi világ kontrasztját hozta egyensúlyba. Fent egy kökénybokor van felfüggesztve, és az alsó félgömb pedig a sínek csavarjaiból volt összeállítva. Onicsán Miklós pedig, akit harmadikként említhetnék, mint nagyon jelentős tagját a 35-ös műhelynek, vagy a Fiatalok stúdiójának. Ő például kerámiát végzett Kolozsváron, és hozta azt a szemléletet, amit egyébként nagyon is avantgardnak számított. Szent Sebestyénnel nyitott egy párbeszédet, és ezt a bábút, ami tulajdonképpen egy katonabábú volt, egy ilyen próbabábú, azt állította ki, mint installáció. A munkahelye az egy egyáltalán nem képzőművésznek való tér volt, és a nyakába akasztotta ezt a szöveget, hogy ő minden nap erre a helyre kell bejöjjön. És majd kiegészítette ezt az önarcképet a 90-es években ezzel a másik portréval, ami azt mutatná, hogy valamilyen módon beilleszkedik ő is a társadalomba már, és nem idegen. Na most nagyon izgalmas művei vannak. A hagyományos művészettől tényleg eltér. A patkót öntözte, mint a virágot, és ennek a lenyomatait állította ki. A rozsda az számára nagyon fontos volt, ezek talált tárgyak egyébként, és ennek a munkának, ami egy nagyobb méretű viaszos vászon, ami tele volt rozsdával, ezt állította ki egy adott ponton. Ez is azt bizonyítja, hogy mennyire tolerálták a kísérleti művészetet Nagyváradon, amit más városban nem lehetett volna elképzelni. Na most ennek a címe az volt, hogy a rozsda története a napjainktól, vagy a kezdetektől a napjainkig. Ez ugye reflektál arra a címre, ami a történelmet igazolja, ugye nagyon sokszor a történelem leckébe volt ez, hogy a dákoktól egészen napjainkig következetes vonal van. Hát ő ezt állította ki ennek párhuzamaként, meg aztán máskor elkészítette a hidrántját, ami tulajdonképpen vízcsapot jelent, a kiállítás galéria falára kitéve. Nagyon sokszor hetces munkákat is készített. Ez a gyökér például azon a helyen volt kiállítva, ahova tulajdonképpen azok a művészek, akik egy kicsit is próbáltak a szocialista realizmussal, vagy egyáltalán az elvárásoknak megfelelni, oda valamilyen portrét raktak, történelmi személyiségek portréit. Hát ő ezt a gyökeret helyezte oda, és azt a címet adta, hogy védett. Voltak ilyen nagyon érdekes egyéni technikával, bitumennel, és azt feloldva létrehozott grafikái, amit feltekert, és tudjuk, hogy ilyen zászlókkal kellett a felvonulásokra menni, ő elkészítette a saját változatát. A másik nagyon izgalmas egyéniség Bóni Rudolf, aki ezzel a gesztenye önarcképpel nagyon sokat elárul arról a környezetről és arról a millióról, amiben éltünk. Ugye ez a nem beszélhetünk
nem mondhatjuk ki azt, amit gondolunk, másként gondoljuk azt, amit elvárnak tőlünk. És hát ő volt az első, aki performance-ot is készített, mondhatjuk úgy, hogy Románia területén, mert ez is egy olyan műfaj volt, amit hát üldöztek, vagy egyáltalán nem lehetett volna kiállítani. Ez az Éden performance-a, amit nem valósított meg a galériában, a fotókat állította csak ki. Ellenben volt egy ilyen az Égi mag című installációja, ami határozottan arról szólt, hogy már törjük el ezt a jeget, ezt a betokosodott zárkát, és üveglapokra rádobta ezt a gömbkövet. Ebből nagyon sok változata volt, voltak haikui, amelyek Temesváron például ki volt úgy állítva, hogy ráragasztotta az üveg csíkokat a körre, és ezek időnként lepatyogtak. Na most tessenek elképzelni, hogy milyen hangulat alakulhatott ki akkor, amikor a megnyitó közben, amikor a hivatalos megnyitó zajlik, és így potyognak le az üvegdarabok. Mindenki azt hitte, hogy a falról esnek le a képek, és hát senki nem gondolt akkor arra, hogy ez is egyfajta tiltakozás. Ugye a tiltakozást azt nem lehetett annyira nyíltan tenni, mint ahogy esetleg egyik kollégánk Ferenczi Károly tette. Ő ugyanis Elekes Károly barátjának leveleket küldött Ceausescu eltárs összegyűlt képéről és karikatúráiról, és egy adott ponton behívták a Securitatéra, és kitették az összes leveleit az asztalra, és hát azonosítani próbálták. Ő egy darabig tagadta, utána meg rájött, hogy hiába írt a bal kézzel, hiába írt rá egészen más nevet a feladónak, hát ott grafológusok is voltak, és azon nyomban rápirítottak, hogy ő az, és nagyon könnyen megtörténhet, hogy egy kocsival elütik majd. Na most annyira megfélemlítették, hogy minden héten mi tartottunk egy-egy ilyen találkozót, egy gyűlést, és egy adott ponton, 85 után Ferencik arra, hogy barátunk nem jelent meg. És hát azt gondoltuk, hogy a fiatalok képzőművészeti körét már nem szereti. Ez csak 89 a forradalom vagy a váltás után tudtuk meg, hogy ő volt az egyetlen, aki tulajdonképpen áldozata vagy áldozatává vált ennek a rendszernek. Gerendi Anikó, aki jelenleg az Egyesült Államokban él, csodálatos grafikákkal, meg ilyen vers és kép együtteséből, tehát ez is egy ilyen intermediális viszony, hogy felírja a verseket egy kör alakú papírra, és a régi kazamatákat sebekként kezeli, és ezeket gyógyítja, beköti. Szintén verseket írtak a kövekre, papírból, meg olyan zacskókból, ami tulajdonképpen jelentéktelen anyag, azokat alakította át műalkotássá, és egy adott ponton, mint installációkat tálalta a térbe. Volt egy időszaka, amikor ezeket kivitte és elégette, mert hát az információ is olyan jellegű lehetett, amit jobbnak látott, hogyha el van égve. Az akkori férje, Dorel, ő szintén a szabadságról és a szabadság eszméjéről nagyon sokszor tiltakozó grafikákat készített, a szemétdombról szedett össze elemeket és fényképezett. Ő volt egyébként az egyik motorja a későbbi 35-ös műhelynek. Ezek egy kicsit megrázó felvételek. Egyébként nagyon nyitott lélekként a műterme mindig nyitott volt, és a barátok falának hívta a műtermét. Bárki, aki bejött a műtermében, felkérte egyébként, hogy hozzon valamit,
és azokat az elemeket felszegezték a falra. Dobri Bánemil a másik, aki nagyon érdekes festményeket készített. Dál Perzsovszki, aki nemzetközi hírre tett szert azóta, tulajdonképpen most is, ha felhívnánk, lehet, hogy New Yorkban lenne, vagy nem tudom a világ melyik részén, Ausztráliában. Olyan típusú munkákat készített, amelyekből lehetett következtetni, hogy eljut egy ilyen kifejezési formához. Ezek a szobája be van borítva, és azokra rajzol. Egyébként ilyen nagyon pici, kis centiméteres rajzokat készített, és ezeket megsokszorozta. Itt egyébként a bolond királyról van szó, ami hát egyértelműen világos, hogy kiről, vagy kire gondolt. Kerekes Gyöngyi textilművészként indult, de a grafikában érezte jobban magát, és ilyen egészen aprólékos grafikákat készített egy adott ponton. Itt abban az időben, amikor a barátok kivándoroltak, akkor a faleveleket újra rákötözte a fára, és gézzel becsomagolta, tehát ez a visszavárás és az emléke a barátságnak rajzban is megjelenik, később meg installációkban. Itt látható Ferenczi Károlynak az a munkája, ami tulajdonképpen megelőlegezte a forradalomnak a gondolatát. Egy hatalmas gyufás skatuját és gyufát készített, ráhelyezte de la Croix-nak a híres festményét, a produkciót. Itt Eleges Károly tulajdonképpen az Ultra Balos Jobbra Lép című fotóanyaga, vagy az Avantgarde sétapálcája. Egyed Judit meg az akkori elvárásoknak ellentmondóan, ugye tudjuk, hogy milyen szobor megrendelések voltak, ezek a történelmi Mihály Vitézol meg egyebek, ő erre egy ilyen szétfolyt hőst mutat, és ezt ajánlotta volna, hogy kirakják. Na most Kovács Károly, aki szintén Los Angelesben él, hát úgy szintén, hogy Amerika, és ő volt az első, aki Romániában lendárt típusú műveket hozott létre. Ezt a mai napig nem tudjuk elképzelni, hogy hogy oldotta meg, mert egy ilyen lakótelep építése közben hatalmas dombokat hozott létre, és az volt az elképzelése, hogy ezeket meg is fogják tartani, majd fűvel beültetik, és akkor jól fogják érezni majd a gyerekek magukat. Persze voltak olyan alkotásai is, amit agyagból készített, úgyhogy éjjel létrehozta a szoborcsoportot, és másnap filmezte meg, fotózta az emberek reakcióit. Na most azt tudni kell, hogy bármit, amit abban az időben egy szobrász vagy akármilyen képzőművész létrehozott, azt engedélyeztetni kellett. Na most egy ilyen meglepetés, hogy reggelre kinőnek, mint a gombák ezek a szobrok, az nagyon-nagyon kiverte a biztosítékot, és eszkavátorokkal bontották szét az egészet. Hogy nem lett semmi baja, az csak azért annak köszönhette, hogy áttelepülési papírja volt Magyarországra. Muresán, aki transzavangard festészetnek egyik itteni képviselője, ő a São Paulo-i Biennálén képviselte Romániát, és itt vannak az én munkáim, kísérletekkel foglalkoztam az elején. Itt a fény lenyomatát varrottam meg, emlékgenerátor, installáció, meg a zoolátria. Hát itt is lehet látni azt a hangulatot, ez mondjuk 87-ben készült, ami hát már tűrhetetlen volt, és festészetben próbáltam ezt a hangulatot kifejezni.
volt egy nagyon érdekes emlékem, amit a mai napig nem tudom, hogy hol lehetne tetten érni. Valahol olvastam azt, hogy Erdélyben létezik egy olyan helység, ahol a padulást felszedik tavasszal, a húsvéti ünnepkörben, és termékenységi virágokat rajzolnak az asztal meg az ágy alá. És hisznek abban az emberek, hogy akkor a termés sokkal nagyobb lesz, és hát az asszonyi áldás is meg lesz. Na most ez annyira izgalomba hozott, ugye annak idején Pollock meg az amerikai művészet után rohantak az emberek. Én azt mondtam, hogy hát akkor ez ragyogó, nem kell Amerikáig menni, hanem itt a kultúránkban és ebben a mélységben megtaláljuk azokat a gyökereket, amelyek újra felidézésével egészen avantgardá válnak. Na most ezekből az elemekből próbáltam összehozni és kialakítani ezeket a védővirágokat. Köszönöm szépen!